Köszöntöm nézőinket! Önök az Érci Zónát látják. Műsorunkat a március 15-i városi ünnepi programjának ismertetésével indítjuk, majd ismertetjük a polgári védelmi szervezet felhívását. Veszélyessé vált fákat vágtak ki az alsó és a felső temetőnél. Tudósításunk után az apátsági látogatóközpont sajtótájékoztatójára indulunk, ahol bemutatták 2014 első fél évének programfüzetét és a megújult középkori termet is. A Magasbakony TDM Nonprofit Kft. Munkatársai is részt vettek az Utazás 2014 kiállításon. Beszámolójukat követően dr. Bencik Ágnes Adrián gyermek és dr. Buda Imre háziorvos nyilatkozik az influenzával és az orvosi ügyelet elérhetőségével kapcsolatban. Angol szépkiejtési versenyt szervezett az általános iskola. Összefoglalónkat követő civil híreink között szó lesz a Vörös Keresztnél végezhető önkéntes munkáról, bababőrzéről, metálkoncertről, valamint Zrínyi Miklós halálának évfordulójára rendezendő emlékfaültetésről és könyvbemutatóról. A Klimajor piaca mellett a Szarvaskúti termelői piac is várja látogatóit szombatonként. A részletekről Répás Tibort kérdeztük. Kulturális programajánlónk között ismertetjük Zircváros 30 éves születésnapjához kapcsolódó történetírói pályázat felhívását, majd sportrovatunkban tudósítunk a múlt hétvégén lezajlott 2014 perc nevű foci maratonról. Műsorunkat a kommunizmus áldozataira emlékező ünnepélyen készített felvételünkkel zárjuk. Jó szórakozást kívánunk! Ünnepeljünk együtt! Az 1848-49-es polgári forradalomra és szabadságharcra emlékezik városunk március 15-én, szombaton 10 órától a Városházán. Zircváros díszpolgárai, helyi és térségi szervezetei koszorúzása után a Zirci Reguli Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8B osztályos tanulói adnak műsort, majd Kroff Miklós, a Zirci Járási Hivatal vezetője mondja el ünnepi gondolatait. A megemlékezés végén kerül sor a középiskolai tanulmányi ösztöndíjak átadására. A hatályos jogszabályok értelmében Zircváros települési polgári védelmi szervezetet tart fenn. A polgári védelmi kötelezettség, személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében. Kérünk minden felelősen gondolkodó zirci lakost, aki érez magában elhivatottságot, hogy katasztrófa vagy vészhelyzet esetén tevékenyen is részt vegyen a mentési, kárelhárítási műveletekben, szándékát jelezze a település polgári védelmi szervezeténél, az Zirci közös önkormányzati hivatal ügyfélszolgálatán, vagy a Béke Fiantal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, József Attila út 1 és Alkotmány utca 14 szám alatti épületében elhelyezett jelentkezési nyilatkozatok kitöltésével. Az emberi élet, a közbiztonság és a közérdekvédelme mindannyiunk közös ügye. Műszeres vizsgálatot végeztetett az önkormányzat a Borzavári úti felső temető idős platányain és a Kossuth utcai alsó temető öreg házfáin. A vizsgálat kimutatta, hogy a fák többsége veszélyes, illetve hamarosan veszélyessé válhat a szükséges kezelések nélkül. Képviselőtestület ülésen döntöttek arról, hogy a balesetek és az anyagi károk megakadályozása érdekében meg kell oldani a fák kivágását. A beérkezett ajánlatok alapján a Miskolci Zsombolj Kft. Profi favágói nyerték el a munkát, melyet a temetők fenntartásáért felelős Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. Finanszírozott és gondoskodott a letermelt faanyag hasznosításáról. Sajtótájékoztatót tartott az Zirci Ciszterci Apátság látogatóközpontja. A tavaly átadott látogatóközpontban tartott sajtótájékoztatón először Dékány Árpád Szixtus Zirci apát beszélt a látogatóközpont sikereiről, valamint a Zirci kongregáció 200 éves évfordulójáról. Az apátság idegenforgalomban játszott szerepéről elmondta, a turizmus fellendítésével az egész város jól járhat. A látogatóközpontnak a működése az elmúlt 8 hónapban számos tapasztalattal szolgált. Az apátságnak a szerepe, a küldetése Zircen nem elsősorban a turizmus volt, de úgy alakította az élet, hogy itt a legújabb kor idején a turisztikai szerepe fontos lehet, vagy fontos lehetett. Ez az új szerep a sarkalt arra az apátságot, hogy évekkel ezelőtt pályázati lehetőségeket keressen a turisztikai fejlesztéshez, amellyel együtt a maga az épület állaga, főleg a főhomlokzat és az előkert
megújításával tulajdonképpen az itt lakók számára is egy nagyon pozitív és mondjuk így kellemes esztétikai élményt tudunk biztosítani. Nem utolsó sorban pedig azért is fontos volt a turisztikai beruházás, hiszen a rend ismertsége, az apátság tevékenységének, életének, történelmének ismertsége meglehetősen szerény volt Magyarországon, köszönhetően annak, hogy 50-60 évig gyakorlatilag két generáció úgy nőtt fel, és úgy múlt el, hogy nem nagyon hallhatott el a közösségről, ennek a közösségnek a karizmájáról, életéről, lelkiségéről. Noha kevesen vagyunk itt Zircen is, és egyáltalán az Zirci apátság személyi állománya 23-24 fő tulajdonképpen az egész országban, és 5 intézményt, iskolát tartunk fönn, azon kívül itt az Zirci apátság épületének nagyobbik részében a sokak által ismert idősek otthonát, mégis magunkra vállaltuk ezt a turisztikai feladatot és beruházást, mert ennek nagyon nagy szerepe és fontossága van a rendi utánpótlás számára is adott esetben, hiszen akit nem ismernek, azt nem biztos, hogy nagy érdeklődésre fogják körülvenni, hiszen ha nem tudnak róla, ez lehetetlen. Így hát nem elsősorban a bevételi szándék, nem elsősorban valamiféle profitorientáltság motivált bennünket, hanem egyfajta hivatástudat, és ehhez társult a jó pályázati lehetőség, ami nem mellesleg Zirc életében, mind a kivitelezés során, mind pedig a működés során egy pozitív gazdasági hatást generál meggyőződésem szerint, hiszen a tájékoztatón is említett 18 000 fős látogatottság azért az valami módon meg kell, hogy jelenjen a helyi vállalkozások, vendéglátóipari vállalkozások bevételi oldalán is, azt gondolom, és a város számára is jó, hogyha itt nem 10-18 ezer ember úgy távozik, hogy kellemes élményekkel szívesen visszaemlékez az itt eltöltött órákra, félnapokra, és remélhetőleg akkor ennek nyomán vissza is fognak ide térni. Keressük a további együttműködést Zircen és az Zirc környéki idegenforgalmi partnerekkel. Erre egy új konstrukciót kezdünk kidolgozni, amely egy véletlen ötletből született, de addig nem beszélnék erről, ameddig nem dolgoztuk ki ennek a részleteit. Minden esetre egyfajta kölcsönösségre törekszünk a helyi turisztikai vállalkozásokkal, éttermekkel, szállásadókkal. Ring Júlia, a látogatóközpont ügyvezetője elmondta, a megszokott rendezvények mellett új programokkal is bővül a szervezet kínálata, valamint beszélt a március 9-i vasárnapi nyílt napról. Az apátság a jól megszokott program sorozata mellett, tehát ami az orgona koncerteket és a lelkiségi előadás sorozatot jelenti, újabb programokat hoz be a repertoárba, így számíthatnak az érdeklődők az idei évtől író-olvasó találkozóra, kamaraszínházi előadásokra, illetve egyéb fogadók rendezvények lesznek majd az évvégi repertoárban, illetve a jól megszokott rendezvényeink megmaradnak, így a júniusi múzeumok éjszakája, és plusz programként kapcsoljuk a programsorozathoz egy májusi versünnepet, illetve lesz újdonságként, ami eddig itt nem volt, templomok éjszakája ősszel. Illetve az eddig megszokott programok kapcsán említeném, bár egy kicsit évvégéhez kapcsolódik, az adventi programsorozat, és természetesen a Mindenki Karácsonya is megrendezésre kerül. Hétvégén így úgy hallottam, hogy nyílt nap lesz. Erről tudna néhány szót mondani? Igen, ez a nyílt nap egy országos programsorozat részeként kerül megrendezésre a tavaly befejezett uniós támogatás kapcsán megvalósult ugye a fejlesztéshez kötődően. Ezen a nyílt napon, tehát március 9-én vasárnap minden produkciónk, minden kiállításunk 100 forintos vendégjeggyel látogatható mindenki számára, és ezen túl lesz extra programként kis orgona bemutató, nagy orgona bemutató, külön idegenvezetés itt a rendtörténeti kiállítás keretén belül, kivilágított kriptával, hangulatos körülmények között várjuk a hozzánk érkezőket 9-től 5-ig. Zátrak Attila, az apátság megbízott műszaki vezetője a folyamatban lévő pályázatokról és fejlesztésekről beszélt. Az arborétummal kapcsolatban szeretnénk ezt egy látványosabb növénygyűjteményé fejleszteni. Ilyen terveink vannak. Az apátságon belül pedig ezek a mezőgazdasági termékfeldolgozásnak a helyét keresük, ennek a kialakítását, és a tanintézményeinkhez kapcsolódó alapanyagellátást szeretnénk megoldani, mezőgazdasági alapanyagellátást.
ezeknek az egységes szerkezetét alakítjuk most ki, és megpróbáljuk ehhez a feltételeket is folyamatosan biztosítani. Ez egy nagyon hosszú távú és nagyon ambiciózus programnak tűnik. Még elég az elején tartunk, de már a kezdeti lépéseket megtettük. Mi várható, mi lesz kész leghamarabb? Én azt gondolom, hogy a maga a sajtüzem és a sörrel kapcsolatos fejlesztéseink, amik kisebb alapterületet érintenek és jobban konkrétabban megfogalmazhatóak, ezek lesznek az első elemek, amik elkészülnek. Itt az apátság területén? Itt az apátság területén fog ez kialakításra kerülni. Közép-Dunántúl Babilonjában kapott helyet a Magasbakony TDM Nonprofit Kft. Standja az idei utazás kiállításon. Az érdeklődőket Rácz Rita, az Irci Turinform irodai turisztikai referense tájékoztatta térségünk lehetőségeiről. Ahogy azt Palotai Gábor ügyvezetőtől megtudtuk, a rendelkezésre álló kis standot igyekeztek úgy berendezni, és a látogatókat olyan információkkal ellátni, hogy az érdeklődőkben feltöltődésre, pihenésre és aktív kikapcsolódásra, csodálatos természeti környezetben végzett tevékenységekre alkalmas, ám kulturális látnivalókban, programokban és gasztronómiai lehetőségekben sem szerénykedő Magasbakony képe jelenjen meg. Azoknak a látogatóknak, akik nem találtak releváns kiadványt vagy prospektust, a világháló segítségével mutatták be a környékbeli szolgáltatásokat és adták meg azok elérhetőségét. A kiállítás csütörtökön nyitotta meg kapuit, ezen a napon 10 és 18 óra között több mint 150-en keresték fel az Irci standot, s hasonló érdeklődés kísérte térségünket a rendezvény több napján is. A legtöbben a túrázással, szálláshelyek ajánlataival kapcsolatban kerestek információkat, de sokak érdeklődését sikerül felkelteni a Pannon Csillagda, az Irci Tiszterci Apátság látogatóközpontja és a Szent Maricius Monostor kiadványaival is. Népszerű volt a TDM munkatársak által összeállított Mennyire ismered a Magasbakony című interneten kitölthető kvízjáték is, melynek helyes megfejtői Sí Aréna és Bring Aréna belépőjegyet nyerhetnek. Mikor hívjuk az ügyeletet? Erre a kérdésre ad választ dr. Bencik Ágnes Adrián gyermekorvos és dr. Buda Imre házi orvos. Múlt héten dr. Buda Imrével beszélgettünk Diabetes klubban, ahol szó esett arról is, hogy esetleg a mi térségünkben is járvány lehet ez a megfázásos, lázas állapot. Mi a helyzet most? Úgy tapasztalom, hogy az utóbbi napokban már, mintha lecsengőben lenne a járvány, nem jönnek annyian légúti infekció tüneteivel hozzánk, de mindezek mellett azért szeretném hangsúlyozni, hogy célszerű tartani otthon alapvető gyógyszereket, amelyek az első pár napban segítenek a tünetek leküzdésében. Így például lázcsillapítót, ami nagyon fontos, hogy legyen otthon, akár több fajta is, és lehet ezeket kombinálni. Arra kell figyelni, hogy a gyógyszernév mellett a hatóanyagnak a nevét is figyeljük, hogy nehogy egy azonos tartamból több fajtát is szedjünk be, gondolva az, hogy na akkor ezáltal még hatásosabb lesz a lázcsillapítás. Ez azt jelenti, hogy nézzük meg a hatóanyag nevet, és elsősorban három leggyakrabban előforduló hatóanyag néve fogunk találkozni, mint a paracetamol tartalmúak, az aminofenazon tartalmúak, és a nem szteroid gyulladásgátlók, mint például az ibuprofen vagy a diklofenák tartalmúak. Mi a jellemző, tudunk lázat csillapítani? Mikor jönnek orvoshoz az emberek? Hogy ne tudnánk lázat csillapítani? Ezek a készítmények rendelkezésre állnak, ebből két csoportot lehet recept nélkül is kapni a patikákban. Az egyik az aminofenazon tartalmúak, azok vénykötelesek, de talán az első napokban elegendő is, ha pedig nem nagyon magas lenne a láz, akkor nyugodtan föl lehet keresni a házi orvosi rendelőt. Kihangsúlyoztam a házi orvosi rendelőt, miért, mit keresnek még az emberek? Elég gyakran följönnek ügyeletre is, ami hát nem feltétlenül indokolt, hogy egy pár órás lázas tünettel rögtön ügyeletre forduljunk. El lehet otthon kezdeni nyugodtan a lázcsillapítást, és hogyha nem boldogulnak, vagy valamilyen komoly figyelmeztető tünet is jelentkezne, akkor esetleg célszerű fölkeresni az ügyeletet. Dr. Bencik Adrián is itt van körünkben. A gyerekekkel mi a helyzet? Milyen sűrűn járnak a gyerekek orvoshoz, illetve mennyire indokolt egyből orvoshoz szaladni?
Hát teljesen hasonlóan, vagy talán még gyakrabban, mint a felnőttek jelentkeznek, sokszor indokolatlanul az ügyeleten, pedig mi igyekszünk mindig a rendelőben nagyon részletesen elmondani, hogy a paracetamol tartalmú gyógyszerek nem jók magas lázra, azokat rendszeresen háromszor érdemes adni, elnyújtott hatásuk van, de az ibuprofennel, vagy a kicsiknél az otthon lévő germicid kuppal, vagy a szülők által ismert hosszú nevű kuppal nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan lehet a lázat csillapítani, ami természetesen a lázcsillapító beadása után, amennyiben a láz nem megy le 38,5 fok alá, hűtőfürdővel lehet kiegészíteni. Az ügyeletet is látogatják gyerekekkel? Tehát nagyon meg tudnak rémülni a szülők egy láztól? Igen. Igen, és meg tudnak rémülni attól is, hogy nincs türelmük kivárni, amíg hat a lázcsillapító. Pedig gyerekeknél is azt tudom mondani, hogy önmagában a láz az egy hasznos tevékenység a szervezet számára, hiszen ahogy szoktam mondani, hagyni kell azt a 38-38-5 közötti lázat, mert ott főnek meg a vírusok. Ha minden áron csillapítjuk és türelmetlenek vagyunk, akkor sokkal hosszabb életűek lesznek, és sokkal több szervikárosodást tudnak okozni. Mi a teendő akkor, amikor tartósan lázas a gyerek, illetve mennyi időt kell várni, ahogy elmenjünk orvoshoz? Hát én azt gondolom, hogy 38-5 fölötti láznál, hogyha 24 óránál tovább tart, akkor a házi orvost fel kell keresni. Az ügyeletre csak akkor kell menni, hogyha, ahogy Buda doktor is mondta, ehhez egyéb alarmírozó tünetek vannak. Én úgy szoktam ezt összefoglalni, hogy természetesen a lázgörcsös állapot az mindenképpen gyerekkorban ügyeleti ellátást igényel. Az 5-nél többszöri tálhányás, a 10-nél többszöri nagy mennyiségű hasmenés, és hangsúlyozom, hogy ez gyerekekre vonatkozik, egy felnőtt nem fog kiszáradni azért, mert 15-ször széklete van. A folytott köhögés gyerekeknél, hogyha láztalan állapotban nagyon szaporán veszik a levegőt, tehát egy 40 fölötti légzésszám az riasztó jel lehet, vagy ha azt vesszük, hogy a gyerek akár befelé nehezen vesz levegőt, ugye ezek a krupos tünetek, vagy esetleg felfújt a mellkasa, és talán így értik meg a szülők legjobban, hogy löki kifelé a levegőt, ez egy aszmás légzőzavarnak lehet a jele, ezekkel mindenképpen azonnal jelentkezni kell, illetve tartoznak még az idegrendszeri tünetek, illetve a nagyon nagy fokú aluszékonyság, tudatzavar, kettős látás, ami ugye központi idegrendszeri gyulladásra, nehogy Isten agyhártya gyulladásra utalhat. Tehát összefoglalva, az láz önmagában tünet, nem igényel azonnali orvosi ellátást, használjuk a paracetamol tartalmú gyógyszereket rendszeresen reggel, délben, este, és mellette a 38,5 fok fölötti láznál bátran nyúljunk az aminazofén származékokhoz, vagy az ibuprofenhez. Én azért, mint anyuka, ragaszkodom ahhoz az érzéshez, hogy kétségbe esek, és egyből nyúlok a telefonomhoz. Eddig hívhattam ügyeletet, mentőt, gyorsan tárcsázom. Az elkövetkező időszakban viszont változások lesznek. Mik ezek a változások? Hát érdemileg, szakmailag nem lesznek változások. Csupán annak a rendszernek, amit már talán 4-5 éve elindítottunk, hogy úgynevezett központi ügyeleti irányítási rendszerbe léptünk be. Ez azt jelenti, hogy természetesen az ügyeletet bárki bármikor ügyeleti időben indokolt esetben felkeresheti, viszont az ügyeletes autónk, rajta a sofőrrel és az ügyeletes orvossal úgy működik, mint egy mentőegység. És az, hogy mi melyik beteghez megyünk ki, hol nyújtunk segítséget, ez a központi mentés irányításnak a feladata eldönteni. Annyi változás fog történni, hogy azt a vonalas telefont, ami eddig ismert volt az ügyeleten, azt néhány napon belül meg fogjuk szüntetni, és ezentúl bennünket házhoz hívni csak és kizárólag a mentés irányításon keresztül lehet. Szeretném hangsúlyozni, hogy a mentés irányításban ülő kollégák nagyon jó képzett mentőápolók, illetve mindig van egy vezető mentő tiszt, az irányítás vezető, aki egyik nap ott dolgozik, a másik nap pedig éppen életet ment valahol a mentőautón. És azok a kérdések, amelyeket ők föltesznek, azok nem kukacoskodások, hanem csupán abban próbálnak segítséget nyújtani, hogy el tudják dönteni, hogy milyen egység, tehát mentőtisztes rohanmentő, mentőápolós, szakképzett mentőápolós mentőkocsi, vagy pedig éppen az orvosi ügyeleti kocsi az, amit ki kell, hogy küldjenek. Higgyék el, hogy igazán akut esetekben, tehát egy infarktusnál, egy fulladásos betegségnél,
balesetnél a mentőtiszt és a rohamautó felszereltsége, személyi feltétele és főleg műszaki felszereltsége a legalkalmasabb rá. Nem kell az orvoshoz ragaszkodni. Tehát ők azt, hogy egy akut infarktust hogy kell ellátni, sokkal gyorsabban, rátermettebben meg tudják sokszor oldani, illetve olyan közvetlen kapcsolati rendszerük van, hogy például ma már rádión tudunk EKG-t küldeni a Balatonfüredi Szívkórházba. 5 percen belül meg tudják a füredi kardiológus kollégák mondani azt, hogy a betegnek van infarktusa vagy nincsen. Tehát ezekkel a lehetőségekkel élnünk kell. És ezért nagyon szépen kérek mindenkit, hogy amikor a mentés irányítást hívja, akkor először egy 4-5 mondatban, nem többen foglalja össze azt, hogy mi a probléma. Lehetőleg olyan ember telefonáljon, aki a helyszínen van, és látja is, hogy mi történik. Mondja el, hogy mi az az akut történet, és utána pedig próbáljon meg röviden, értelmesen válaszolni azokra a szakszerű kérdésekre, amit a mentésirányítás nem feltesznek, és ha a mentésirányítás úgy dönt, hogy küldi az ügyeleti egységet, akkor ne tiltakozzon senki, hogy ő most szeretne orvos, nem szeretne orvos, mentőt szeretne, higgyék el, hogy ők ezt sokkal jobban tudják. És ez nyilvánvalóan nem csak a gyerekekre vonatkozik, hanem a felnőttekre. Van-e olyan tapasztalat, ami ennek a rendszernek a változását igazolja, hogy ez jobb lesz? A kolléganő említette az előbb, hogy például infarktusos betegek ellátását sokkal hatékonyabban lehet így végezni. Ráadásul ugyanebbe a szívérendszeri betegségcsoportba tartoznak az úgynevezett sztrókok is. Veszprémbe is kialakították már a stroke centrumot. Itt az időfaktor az nagyon fontos, hogy minél hamarabb a megfelelő helyre elérkezzen a páciens, hiszen akkor van még mód, lehetőség arra, hogy egy elzáródott eret időzelben téve újra megnyissanak, és a szöveti ellátás helyreálljon ismét. Ezért még egyszer hangsúlyoznám, hogy például napközben a háziorvosi rendelés ideje alatt is, hogyha hívnak bennünket, és mondjuk azt javasoljuk, hogy inkább a mentőt hívják, akkor azt fogadják el, hiszen nekünk is van annyi tapasztalatunk, hogy eldöntsük, hogy valószínűleg ide mentő fog kelleni, és ráadásul nincs meg az az időkésedelem, amíg mi ott kimegyünk, elmegyünk az adott helyre, megvizsgáljuk a páciest, hívjuk a mentőt, akár egy fél óra is eltelhet, amin egy megmentett ér is múlhat, és nem lesz így ebből szívinfarktus, vagy esetleg egy maradandó idegrendszeri károsodás. Még egy fontos dolgot szeretnék megemlíteni, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy a beteg csak tanácsot, vagy a hozzátartozó csak tanácsot szeretne kérni. Ezért is kérem, hogy a 104-et hívják, hiszen másra mostantól nem is lesz lehetőségük. Az ott képzett emberek a megfelelő protokollok és a saját szakmai tapasztalatuk alapján tudnak tanácsot is adni. Amennyiben ők úgy érzik, hogy az ő hatásköröket ez meghaladja, akkor viszont lehetőség van arra, hogy a mindenkori területi ügyeletes orvossal úgynevezett konferencia beszélgetésbe a telefonjára rá kapcsolják a hívó felet, és akkor természetesen mi is be tudunk kapcsolódni, és meg tudjuk önökkel az aktuális problémákat beszélni. Amennyiben a lázas megbetegedéssel, légúti tünetekkel vagy hasi panaszokkal az otthoni terápia során nem boldogulunk, célszerű fölkeresni a házi orvost a másnapi rendelésen, vagy pedig rendelési időn kívül telefonon megbeszélni a továbbiakat, hiszen az ügyelet nem alkalmas arra, hogy egy esetleges további terápiát vagy vizsgálatot kezdeményezzen. Célszerű ezt inkább a házi orvos kezébe venni, hogy ő döntse el, hogy milyen további terápia, milyen további vizsgálatok szükségesek a betegséggel kapcsolatban. Az előbb említett okokon kívül azért is célszerű a házi orvosi rendelést fölkeresni, mert itt azért sokkal több idő jut a problémák megbeszélésére, a betegség természetének a lefolyására, hogy lehetnek még visszatérő tünetek, lehet, hogy még egy napig, két napig jelentkezik láz, esetleg hőemelkedés, nem kell megijedni, hiszen ez a betegségnek a normál lefolyásához tartozik. Néha kételkedik, elmenjek, nem menjek, igaziból nem vagyunk orvosok, nem tudjuk szerintem annyira mélyen felmérni, hogy indokolt az, hogy eljövünk, vagy nem. Hát persze, hiszem, hogy laikusként nehéz ezt megítélni, de talán egy egyszerű légúti betegségnél
nem hiszem, hogy olyan nagy, akár orvosi szempontból is szakmai dolgokra lenne szükség. Amit mostanában gyakran tapasztalunk, amivel sokszor visszajönnek hozzánk a betegek, legalábbis én, mint felnőtt orvos mondom ezt, amikor lezajlik egy fertőzés, és utána egy-két hétig még köhögnek a betegek, hogy ezzel a tünettel mostanság egyre gyakrabban találkozunk, nem kell megijedni, ez spontán elmúlik, esetleg tüneti kezeléssel lehet segíteni a panaszokon. Természetesen, ha bármilyen probléma van, nyugodtan eljöhetnek ide a házi orvosi rendelésre, akár telefonos egyeztetés követően is. Hát ahogy itt most a Uda kollégát hallgatom, nekem az jutott eszembe, hogy az első nagygyerekgyógyász főnököm, úrfőorvos úr mindig azt mondta, hogy a betegnek mindig igaza van, és amit a beteg problémának tekint, nekünk az a feladatunk, hogy e felől megnyugtassuk. Én azt gondolom, hogy talán ez lehet a végszó, hogy a kis problémával is nyugodtan keressenek fel bennünket, részletesen át fogjuk beszélni, viszont az ügyeleti ellátás az tényleg az akut problémák megoldására van, és kérem, hogy fogadják el a mentésirányításnak a tanácsait, illetve az általuk nyújtott segítséget. Angol kiejtésüket mérhették össze február 28-án az általános iskola 4-től 8. osztályos tanulói. A versenyt a harmadikasok előadása, majd Link Zoltán igazgató angol nyelvű köszöntése nyitotta. Hello everybody, dear students, colleagues and members of the jury. Welcome to school English competition. I am very happy to have you all here this afternoon. Thank you for your coming and performing for us. I hope the competition is a great success and I wish you a very nice time. You all know that English is spoken all over the world, so please be hard working and learn a lot in the future too. Good luck and enjoy the competition. A megmérettetésen mindenki a korosztályának megfelelő, előre betanult angol nyelvű szöveget mondott fel. 5-től 8-ig, tehát a felső tagozatosok jutnak majd tovább a megyei fordulóra, viszont azért, hogy a negyedikesek szokják a verseny hangulatát, szellemiségét és átérezzék az angol nyelvtanulás szépségeit és fontosságát, ezért minden évben a negyedikeseket is meghívjuk. Ők nem jutnak tovább a megyei versenyre, viszont őket is itt majd értékelni fogjuk. A versenyzők teljesítményét a zsűri értékelte, melynek tagjai Bújtás Barbara, az International Association of Teachers of English as a Foreign Language koordinátora, Orrich Monika pedagógiai asszisztens, Klesic Virginia, az iskola egykori diákja, most a 3. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulója voltak. It's a prize, Mom, he said. A prize? What for, dear? At the lesson, the teacher asked me how many legs an ostrich had, and I said 3. But an ostrich had 2 legs. Verseny eredményei a következők. A negyedik osztályban első helyezést Mór Balázs, a másodikat Simon Nóra, a harmadikat Molnár Csilla Noémi érte el, külön díjban Wagenhofer Kósra úr részesült. Mindnyáján a negyedik C osztályba járnak, felkészítő tanáruk Tribel Enikő. Az 5. és 6. osztályosok közül az első helyet Simányi Viktória, 5. A osztályos tanuló érte el, felkészítő tanára Hegyi Marian. A második helyezést Mór Bence, a 6. C osztályból kapta, őt Seifert Gyöngyi készítette fel. A dobogó 3. fokát pedig a szintén 6. C osztályos Búza Balázs foglalhatta el, Tribel Enikő felkészítésének segítségével. A 7. 8. osztályos korcsoportban első helyezést ért el Kiszeli Nagy Botond, 8. ás tanuló, aki szintén Tribel Enikő készített fel. A 2. helyezést Szelthofer Anna, 7. A osztályos diák szerezte meg, Hegyi Marian felkészítése segítségével.
A harmadik helyet pedig Balla Márk, a hetedik C-osztályból foglalta el. Felkészítő tanára Seyfert Gyöngyi. Ellen Alexander Milner, Winnie the Pooh, Chapter 1. Here is Edward Bear coming downstairs now. Bump, bump, bump on the back of his head behind Christopher Robin. It is, as far as he knows, the only way of coming downstairs. But sometimes he feels that there really is another way. If only he could stop bumping for a moment and think of it. And then he feels that perhaps there isn't. Anyhow, here he is at the bottom and ready to be introduced to you, Winnie the Pooh. When I first heard his name, I said just as you are going to say. But I thought he was a boy, so did I, said Christopher Robin. Then you can't call him Winnie, I don't. But you said, he is Winnie the Pooh, you don't know what the means? Oh yes, now I do, I said quickly, and I hope you do too, because it is all the explanation you are going to get. A verseny nyertesei értékes angol nyelvű könyvekkel lettek gazdagabbak. Új programot indított az Ircvárosi Ifjúsági Fórum. Újberg Kristóf javaslatára havonta játszó délután szerveznek az Irci Reguli Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola alsó tagozatosainak. Az első összejövetelt február 14-én tartották, s ahogy ezt a szervezőtől és segítőitől, Simon Alexandrától és Wolf Viktóriától megtudtuk, a kicsik rendkívül lelkesek, élénkek és mozgékonyak voltak, láthatóan nagyon élvezték az egész délután. A fórumosok örömére szolgált a pedagógusok együttműködése is. A következő játékos délutánra, március 14-én, pénteken 14 órától kerül sor az F épületi tantermeiben. Segíts! Segítesz! Segíthetsz! Önkéntesek jelentkezését várja a Magyar Vörös Kereszt. Milyen tevékenységeket kínálnak? Első segélynyújtó tanfolyamok és bemutatók általános iskolákban, idősek segítése szociális intézményekben, az adománykezelés és a területi Vörös Kereszt munkájának segítése, ha pedig valami más érdekel, felkutatják a megfelelő tevékenységeket. Miért jó az önkéntes szolgálat? Már az általános iskolás korban megtanulják a diákok az első segélynyújtás alapjait, elesett embertársainkon segíthetnek. Ha diák vagy, a Vörös Keresztnél végzett önkéntes munkát igazolják az érettségihez kötelező 50 óra közösségi szolgálathoz. A munkanélküliek ellátása igénybevételéhez legalább 30 nap munkát kell igazolni. Ezt önkéntes munkával is ki lehet váltani. Annak, aki külföldön szeretne munkát vállalni, az elvégzett önkéntes tevékenységtől több nyelvű igazolást állítanak ki, amely az önéletrajzhoz is csatolható. A következő percekben Strasser Ödönné, a Diabetes Klub vezetője felhívását hallhatják. A Diabetes Klub tagjai elméletileg és gyakorlatilag is nagy tudással, segítőkészséggel rendelkeznek. Például diéta kiszámítása, lisztek, édesítőszerek, egyéb szénhidrátok használata, glikémiás index értelmezése, sütés-főzés praktikái, különböző inzulinok, tablettek használata, vércukormérés. Ezért szeretettel várják a régi és újonnan felfedezett 1-es-2-es típusú cukorbetegeket, valamint a fogyni vágyókat, illetve mindenkit, akit érdekel, hogy mit tehet a cukorbetegség megelőzése érdekében. A klub tagjai minden hónapban egyszer találkoznak az Irci Békefi Antal Városi Könyvtár Művelődési Házi Stúdió KB klubtermében, a József Attila út egy szám alatt. Gyertek velünk, együtt könnyebb! Akli Major piaca mellett a Szarvaskúti termelői piac is várja a látogatóit szombat délelőttönként. Szarvaskúton vagyunk. Valami újdonságot vélünk felfedezni itt a hotel hátsó részén. Igen, a Bakonyi termelői piacot sikerült létrehoznunk és megnyitni ezen a szombaton, és innentől kezdve minden szombaton szeretnénk üzemeltetni. Olyan helyi termelőket hívtunk ide meg, akik szeretnék bemutatni termékeiket mind a turistáknak, mind a helyi lakosságnak. Milyen termékeket találhatunk itt? Füstölt húsokat, tojást, méz, sajt, kézműves termékek, ajándéktárgyak, kézzel készült bombon,
és idén jelleggel majd természetesen meg fognak jelenni a zöldségek, gyümölcsök is. Miért van létjogosultsága egy ilyen piacnak? Az egészséges életmódot előtérbe helyezők, illetve azt, akik árérték arányban jó minőségű élelmiszert szeretnének otthon az asztalukon látni, nekik mindenféleképpen érdemes kilátogatni a piacunkra. Szállodai és a vendéglátó tevékenységünk mellett fontos a Bakony turisztikai destinációs menedzsment tagjaként fejleszteni a térség turisztikai kínálatát, minél színesebbé szeretnénk tenni. Ezáltal is fontos, hogy ezt a piacot most itt életre tudtuk kelteni. Azok a termékek, amelyek megjelennek a termelők által, azok természetesen a helyi emberek hétköznapját is nagyon jól szolgálja, ugyanis ezek a termékek, amik itt megtalálhatók, ezek a hétköznapi asztalon is megjelennek minden háztartásban. A füstölt hús, a sajt, a méz, a zöldségek, a gyümölcsök, a szörpök, a lekvárok, tehát ez mind egy olyan termékkínálatot biztosít, amivel igenis számolni kell egy jó háztartásnak. És természetesen ennek az az előnye, hogy ez egy megbízható forrásból, adalékanyagmentesen, nem ipari körülmények között előállított termékekről van szó. Azon kívül, hogy vásárolnak, természetesen a vendéglátás részét mi adjuk, azaz nálunk fogyaszthatnak kemencében készült langallót, libazsíros kenyeret lilahagymával, házi borunkat fogyaszthatják, illetve a gyerekek játszhatnak a környéken, vannak szabadtéri játékaink, illetve belső térben is van játszó részünk, ha esetleg rosszabb időben rendezzük meg ezt a piacot. Későbbiekben még egyéb kézműves programot is tervezünk a gyermekeknek. Művelődési házad otthont március 8-án, szombaton 14-től 17 óráig tartó bababőrcének. A gyermekruhák mellett játékokat, mesekönyveket, babakocsit is találhatnak az érdeklődők. A vásár ideje alatt kreatív kuckóval, levendulás készítményekkel és a segítő kezek háza termékeivel is várják a gyerekeket és a szüleiket. Szintén március 8-án, szombaton 8:30-kor nyitja kapuit a 4. Metalnect, ahol a vendéglátó Hagman Jack zenekar vendége lesz a Septic Man, a Krampus, a Dirty Down és az Ezer együttes. A helyszín a művelődési ház. Utolsó alkalmához érkezik március 13-án, csütörtökön a Védőnői Szolgálat által szervezett szülésre felkészítő tanfolyam, melyen az anyák és a gyermekek jogairól, a család támogatási formákról és a babamasztásról is beszél Antal Nikolett védőnő a Könyvtár Klub termében. Ezen a héten Klausz Néjeli Zsuzsanna nyújtott hasznos tanácsokat az anya teljes táplálással és az újszülött fogadásával kapcsolatban. Idén 350 éve, hogy egy tragikus baleset következtében elhunyt Gróf Zrínyi Miklós horvátbán, aki történelmünkben és irodalmunkban is maradandót alkotott. Az Írci Országzászló Alapítvány és a Pápai Jókai Mórvárosi Könyvtár közösen emlékezik meg a költőről és hadvezérről március 15-én szombaton. A szervezők meghívását elfogadta dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke, és dr. Kovács Zoltán, Veszprém megyei kormány megbízottja is.
Az Érci Arborétumban fát ültetnek Zrínyi Miklós emlékére, majd a Ciszterci Apátság goblánytermében dr. Herman István, a pápai könyvtár igazgatója bemutatja az intézményünk kiadásában, az Érci Ország Zászló Alapítvány támogatásával megjelenő Asztörök Áfium ellen való orvosság című könyvet. Ugyanitt ünnepi beszédet mond a házelnök úr és a kormány megbízott úr. Az alapítvány kulturális felelőse kiemelte, hogy a közös megemlékezés a két város kapcsolatát is hivatott erősíteni. Két tárlóra való Zrínyi emlékérme van, melyek megtekinthetőek lesznek a Goblányteremben, és kimondottan az évfordulóhoz kapcsolódóan három kártyanaptárt is kiadott Egerbölgyi Dezső. Az első 1664 főbb eseményeit, a török elleni hadjáratot, benne az eszéki híd felégetését, a Habsburgok által ellenünkre megkötött vasvári békét és gróf Zrínyi Miklós november 18-án bekövetkezett halálát örökíti meg. A második a költő hazaszeretetéről szóló hőskölteménye előtt tiszteleg, míg a harmadik Kodály Zoltán 1954-ben keletkezett Zrínyi szózatának állít emléket. A rendezvény 3:45-kor kezdődik a Szent István téren, tudtuk meg Kelemen Gábor sajtóreferenstől. Hagyományos nőnapi rendezvényét tartotta az MSZP Zirci szervezete, ahol Farkas Árpád elnök és Gőgös Zoltán, a térség országgyűlési képviselő köszöntötte a hölgyeket. Ezt egy nagy nő konferenciára írt a II. János pápában, hogy mennyire ítéli fontos, hogy is értékeli ő az egyház fejeként, vagy értékelt az egyház fejeként a hölgyeknek a szerepét. Hála neked, nő, aki édesanyja vagy, aki egyedülállóan örömteli és fájdalmas tapasztalattal anyaöllé leszel az ember számára. Aki a világra jövő gyermek számára Isten mosolyává leszel, aki az első lépéseid irányítod, gondját viseled, míg felnő, és olyan pontot jelentesz a további életútján, ahova mindig visszatérhet. Én úgy gondolom, hogy ez a családmodellben a nőnek a klasszikus szerepe, és szerintem nagyon jól megfogalmazta a Szent Atya ezt. És én azt kívánom önöknek, hogy teljenek a napjaik békében és boldogságban, és jó egészségben családjuk szerettei körében, és hát a mai nap meg legyen úgy ünnep, mint eddig mindig, és én nagyon remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nőkről, nőknek szóló örökzöld slágerekkel szórakoztatta a vendégeket Csizmadia Géza zenész. Zirc városáválásának 30. évfordulója alkalmából ismét történetírói pályázatot ír ki az önkormányzatunk. A legfontosabb ezúttal is, hogy az alkotások témája kötődjön Zirchez. Bármilyen kort, történelmi időszakot fel lehet dolgozni, így akár az elmúlt 30 év története is szolgálhat témául. Minden generációt szeretnénk megszólítani, ennek megfelelően a pályázatot benyújthatja az emlékező, de egy másik személy is, aki riportot készít az emlékezővel. A pályázatok lehetnek szépirodalmi alkotások és tudományos igényű munkák is, melyek fotókkal, egyéb képi anyagokkal illusztrálhatók. A pályázatokat kizárólag nyomtatott formában fogadjuk el az Érci Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán leadva, Zircváros polgármesterének címezve. A borítékra írja rá, elmesélem neked. A pályázatokat elektronikus formában is kérjük megküldeni a pmh@zirc.hu e-mail címre, beküldési határidő április 15. Szakértői bizottság bírálata alapján az első három helyezettet díjazzuk a következő módon. Első 50 ezer forint, második 30 ezer forint, harmadik 20 ezer forint. Az eredmény hirdetésre az Írc városáválásának 30 éves évfordulója előtt tisztelgő jubileumi rendezvénysorozat keretében kerül sor. A legjobb alkotásokat, nem feltétlenül csak a díjazottakat,
megjelenítjük az alkotó nevének feltüntetésével. Március 8-án 16 órakor nyílik meg Horák Andrea Kötött Pálya című kiállítása a Városi Könyvtár klubtermében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Februárban Hegedűs Kornél lett a hónap olvasója. Gratulálunk neki! Nyereményét átveheti a Városi Könyvtárban. A Magas Bakony égköve Zirc című könyvét mutatja be Szökrényes Anita a Könyvtár klubtermében március 12-én, szerdán 17 órától. Különleges ifjúsági sportrendezvényt szerveztek már 6-szor az Zirc Városi Ifjúsági Fórum fiataljai február 28 és március 2-a között. Hagyományosan az Zirci Reguli Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola F épületében. A fórumosok az Abhegyező Gyermekanimátorok Egyesületének zirci tagjaiként sok éves abhegyezős hagyományt folytatva 2014 perces focira hívták meg az ország különböző pontjai működő helyi csoportokat, barátaikat, iskolatársaikat. A megszokottnál idén valamivel kevesebb, összesen 100-120 résztvevőt vártak a szervezők Zircről és Veszprém megyéből, Győrből és Budapestről. A vasárnapi eredményhirdetés után elköszönő csapatok jövőre veletek ugyanitt felkiáltása egyértelműen mutatja, szeretik, várják és nagyon készülnek az általuk már évek óta csak zirci focinak hívott rendezvényre. A bírósípja péntek éjfélkor indította a 2014 percen át folyamatosan tartó meccseket, és a foci őrültek vasárnap 9 óra 34 percig, összesen 33 óra 34 percen keresztül megállás nélkül rúgták a bőrt. A vasárnap délelőtti eredményhirdetésen a különböző nevezési kategóriák helyezettjei mellett szokás szerint külön díjak is vártak a legjobbakra. Eredmények. A 60 meccs alatt közel 600 gólt rúgtak a focizók. A dobogó legfelső fokát a Spangli nevű csapat foglalhatta el, a második helyezést a Hiszünk FC szerezte meg, a Csondorállók lettek a harmadikak, mindhárom csapat zirci. A gólkirály címet Varga Ferenc szerezte meg 33 góljával. A legjobb játékosnak járó díjat a 32 gólos Waller Balázs kapta, a legkitartóbb játékosnak járó oklevelet Tilai Martin vehette át. A legjobb kapus elismerést idén két lány, az Irci Cserepes Eszter és a budapesti Szemratovics Szelli kapta, akik a legjobb női csapat az Úgy és Talajra Fogjuk Lepcs nevű formáció tagjai voltak. A meglepetések és a jó hangulat mellett a résztvevők megfelelő ellátásáról, például a Könz Csaba által minden évben a Waller család üstházában megfőzött remek szombati ebéddel és a 2014 perc biztonságáról is gondoskodott a közel 30 fős helyi szervezőcsapat, akiknek munkáját főszervezőként idén Varga Levente, Bakstetter Milán, Városi József és Bozsik Ákos hangolták össze. A közösség fejlesztése és kiváló sportrendezvény hátterét hagyományosan a Művelődési Ház biztosította. A közel 100 000 forintos költségvetésű program pénzügyi hátterét 3 éve már az Abhegyező Gyermekanimátorok Egyesülete előlegezi meg. A rendezvény helyszínét 2005-től együttműködés keretében biztosító Reguli Antal Általános Iskola mellett több helyi cég is támogatta, segítette a városért egész évben aktívan tevékenykedő fórumos fiatalokat. Külön köszönet jár a fórumosok családjainak is, akik engedik és támogatják gyermekeiket városért végzett önkéntes munkájukban. Immár 1998 óta. Kedves nézőink! A kommunizmus áldozataira emlékezett az Zirci Országzászló Alapítvány. Ezzel a felvétellel zárjuk műsorunkat. Az Zirci Országzászló Alapítvány nevében tisztelettel köszöntöm a megjelent emlékezőket, dr. Kovács Zoltán kormánybiztos urat, jövőbeni országgyűlési képviselőket, Otto Péter polgármester urat, Huszár Lőrinc plébános atyát, Mecsei Katalin református és Szakos Csaba evangélikus lelkészeket, és mindők nevében tisztelettel köszöntöm dr. Cikek Imre János Szicerci atyát, a Híd Pajzs kitüntetettjét. Hölgyeim és uraim! A Szentlélek Árpája című Prohászka imakönyv 1943-as kiadása első oldalán egy körülök gumibélyegző nyomata látszik. Felirat.
cenzurázta, kettős pont, országos gyűjtőfogház, vesző Budapest 1. A könyveske szennyoldalán elől egy ajándékozási beírás olvasható. Anikónak szeretettel emlékül 1944. december 18-án Budapest, Laci. A könyv gerince hiányzik, a kemény fedőlapokat cérnaszál tartja össze. A dátumokból következik, hogy nem a Horthy korszakban imádkoztak belőle a gyűjtőben. A gyűjtő fogház pecsétje egy ima könyvben. Hogy kerül a fogház cenzora elé, és ki volt a cenzor? Ki vitte be? Bűnöző, pap, gyári munkás, hivatalnok, parancs, értelmiség, kulák vagy szabotőr? Magyar vagy nemzetiségi? Igaz, ekkor nem számított a nemzetiség, mindegy volt, milyen hangzású a neve. Kérdések, melyekre keresik a választ? Bűnös volt, nem volt bűnös, nem érdekelte a hatalmat. Bűnös volt mindenki, a templomba járó, az ateista, a diák és a csavargó, a katona, a pap, a dolgozó és minden magyar. Mindenki potenciális ellensége volt a Magyar Népköztársaságnak, Rákosi és Kádár elvtársaknak. Nem kellett elszámolni az emberélettel, még statisztikailag sem. Hány ártatlan ember, hány meggyilkolt lélek. Az országgyűlés emléknappán nyilvánította a németek kitelepítésének napját január 19-ét. Nem magyarok voltak az elkövetők, magyarul beszélő idegenek és zsoldosok. Mi érdekű fűződött volna a magyar embernek ahhoz, hogy kitelepítsék a jobboldali szomszédját, amikor az ő fiával vitték a baloldali szomszéd fiát a gulákra? Azok, akik a ki és az áttelepítéseket még a háború befejezés előtt eldöntötték, nem mások, mint a háborús főbűnösök, akik Jaltában megegyeztek. A kommunizmus áldozatainak emléknapja február 25. Áldozat volt akkor magyar, német és más nemzetiségű. A kommunizmus áldozatai voltak. Ne feledjük, de jobb volna befejezni a nemzetiségek közötti feszültség provokálását, mert most is a kommunista idegen és zsoldosok a régi rend utódai csapatba verődve támadnak, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. Össze kell fognunk a közös ellenségünk ellen, hogy ne ismétlődhessen meg a múlt rémsége, és ne lehessünk mi, gyermekeink, unokáink a kommunizmus áldozatai soha többé. A gulágra elhurcoltak, a Hortobágyra kitelepítettek, a haláltáborokba internáltak emlékezetére. A szülőföldjükről elüldözött németek és magyarok emlékezetére. A két táblával állítottunk emléket minden magyarországi nemzetiségnek, magyarnak, akik a kommunizmus áldozatai voltak. Hisszük, hogy nem kell majd ilyen táblákat állítani utódainknak. Most tisztelettel felkérem polgármester urat, emlékezzen a múltra. Az ember számára, amikor minden napjainkat éljük, nagyon sok emberrel találkozunk, és mégis nagyon kevés ember van, aki talán igazán mély nyomot hagy bennünk. Számomra pár évvel ezelőtt az Ircsi Országzászló Alapítvány szervezésében, szintén ebben a teremben megrendezett rendezvény kapcsán volt lehetőségem. Önök közül egyébként sokan itt voltak, Olofszon Placid atyával találkozni. Egy olyan emberrel, akinek a életútja úgy gondolom mindannyiunk számára példát jelenthet, hiszen a papi hivatását nagyon rövid időn keresztül tudta hivatásszerűen teljesíteni. Volt segédmunkás, volt mosodai dolgozó, mosoda vezető, és 10 évig kényszermunkán a gulágon raboskodott. Úgy fogalmazta meg azt a gondolatát, hogy mi valójában az ő életének a célja. Ő először úgy gondolta azt, hogy a fiatalokat, a diákokat tanítsa, és ott a gulágra jött rá arra, hogy nem, az Istennek, a jó Istennek más célja van ő vele, az, hogy a fogolytársaiban tartsa a lelket. Ott a gulágon nagyon komoly feladatot végzett el. Az a példa, amit mindannyiunk számára mutattak és mutatnak, a mai életünkben is úgy gondolom, hogy fontosak. Kidolgozták a túlélésnek a 4 alapszabályát. Melyek voltak ezek? A szenvedésnek a dramatizálása az gyengíti az embert. Hogyha sokat panaszkodunk, azáltal a saját lelkünket gyengítjük. Fontos, hogy minden napi életünkben észrevegyük a legkisebb, a legapróbb jót is, mert azáltal erősebbekké válunk. Nagyon fontos az, hogy az ember a fogvatartóinál külön tudjon lenni, meg tudja tartani az önbecsülését. Az a szándék, amely benne van a fogvatartóban, géppisztolya a vállukban, hogy másokat fizikailag és lelkileg tönkretenni és feltiporni,
hogy erre ne adjunk lehetőséget. Mindig legyen meg bennük a tartás. És a negyedik talán egyik legfontosabb gondolata az volt, hogy akinek van támasza, aki valamire támaszkodni tud, az onnan is erőt tud meríteni. Ez a támasz, ez pedig a Jóisten lehet. Holosszon Placid atyának a példáját azért említettem, mert számomra rendkívül volt az a találkozás. Rendezvényt követően még pár szót tudtunk váltani, és érdeklődött a város dolgairól. Én mondtam neki, hogy atya, nem panaszkodom. Én tisztelettel köszöntöm dr. Cike Imre atyát, akinek az életútja nagyon sok mindenben hasonlít Placid atyájéhoz. Ő is úgy gondolom, hogy azt a megpróbálásokat, amelyeken keresztül ment segédmunkásként, gépkocsi vezetőként, jogász doktorként, egy nagyon érdekes és tartással teli életpálya ez, amit ő maga után, maga mögött tudhat. Holoszon Placid atya is, ahogy Cike atya is, a Híd Pajzsa érdemrend kitüntetettje. 2002 óta ő a 12. a jól számolom elismerésben részesült személy, hiszen minden évben egy díjat adnak át, ebben az évben őt köszönhetjük. Én biztos vagyok benne, hogy a belevaló találkozásokunk számára ugyanolyan tartalmas és emlékezetes lesz, mint a pár évvel ezelőtti találkozó Placid atyával. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Most tisztelettel felkérem Cike Imre János ciszterci atyát, a Híd Pajzsa kitüntetettjét, emlékezzen a múlt szörnyűségeire, és ossza meg velünk emlékeit. Egyben felkérem Lőrinc atyát, vezesse az előadást, kérdéseivel segítse az összefüggések jobb megértését számunkra. János atya, Pálmafi idei Híd Pajzsa kitüntetje, ez így kitüntetje. A Híd Pajzsa kitüntetés azoknak az élő egyházi személyeknek ítélik oda, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz és magyarságukhoz. A díjat 2002-ben Horváth Béla kisgazda országgyűlési képviselő, valamint Gyurkovics Tibor író alapította. A díjat a kommunizmus áldozatainak emléknapja február 25-e alkalmából adják át minden esztendőben. János atya múlt hét szombatján kapta meg ezt a díjat. A Híd Pajzsa díj eddigi kitüntetjei voltak többek között a már polgármester úr által is említett Holoszon Placid Bencés szerzetes atya, Bolberic Pál atya, akit együtt szenteltek János atyával egyébként, Szenti József nyugalmazott veszprémi érsek, a zirci születésű Pungemba érték ciszterci apátnő is megkapta ezt a díjat, Regőci István atya, akinek talán életútjáról többen hallhattunk, és dr. Brusznyai József atya is megkapta ezt a díjat. Ő egy Váci egyházmegyés szerzetes pap volt, aki börtönbüntetés szenvedett, és a kivégzett veszprémi Brusznyai Árpádnak volt a testvére. És most tisztelettel kérem János atyát, rendtársamat, hogy mondja el emlékező gondolatait, hozza meg velünk az életútját, és mindazt a bölcsességet, amit életútja során kaphatott. Megtisztelő számomra ez a meghívás, csatlakozom a köszöntéshez, polgármester úr, az elnök urat, és az ökumené jegyében elnevelhetjük a lelkész kollégákat, Veselyi Katalin református lelkipásztori Szakos Csaba evangélikus lelkész testvérünket szeretettel. Hadd köszöntsem mindenkit, aki megjelent. A megemlékezés most úgy néz ki, hogy országszerte teljesen kibontakozott, ebbe csatlakoznánk bele. Ha hasonlattal akarnék élni, akkor egy nagy tortának egy pici szeletét kiszeltem ki, hogy ezzel a kedves jó megjelentek hallgatóim egy kis képet kapjanak a ciszterci rend magyarországi tagjainak az életére vonatkozóan, főként Endrédi Vendel
a bátorunkra, akik személyesen ismerték az idősebb korosztályból, mondanom, többen is az ő szenvedéseire. Ehhez elsősorban néhány szóval utalnom kell már polgármester úr szavaiból is. Kiderült a 45 utáni kialakult helyzetre, ismerjük a történelmet 3-4 szóval, csak vázolva, ugye tudjuk, hogy 45-ben egész elfogadhatóan kezdett a demokrácia ki, alakulni 17%-ot kapott a kommunista párt, a 83% pedig maradt, abban a kis gazdapárt, az 51, tehát abszolút többséggel. 2 év alatt, hogy egy kis fogalmat nyerjenek a mai kedves hallgatóim is, 2 év alatt, finoman kifejezve, megették az abszolút többségű kis gazdapártot, szétszúzták fejét, kivitték, Vaszil atyával együtt voltak, elnök a Szovjetunióban egy kis zárójelbe ad, tiltakozzam az ellen, hogy a Vaszil atyához hasonlítsam magamat, messze fölöttem állna, nem csak az 5 centivel magasabb, mint én, hanem ő 10 évet ott lehúzott, én hadd valljam be becsülettel, börtönben nem voltam. Engem az ávósok kihallgattak, terhelté nyilvánítottak, aki a büntetőjogban vizit ismerős, hát laikusan is tudjuk, elindult a büntetőeljárás, de minket, akik kis halak voltunk, akkor kiszórtak Brückner Ákos elődatyával, egy már 2 nappal később, mint amilyen voltunk, megszüntették a büntető eljárás a következményeket, nem. Tehát emlékezünk, 45, akkor történt ugye a megszállás, 49-re már az előjét 98-99%-ot megkapta az MKP, Kamilla módjára volt békepárt, Magyar Kommunista Párt, Magyar Dolgozók Pártja, Magyar Szocialista Munkás Párt, Magyar Szocialista Párt, stb. Az egyházi vonatkozásokat tekintve azonnal a legaljasabb egyházüldözés indult látszatra, még akkor csak elvétve voltak, a gyilkosságok utána ment tovább. Az idősebbek emlékeznek 1948. decemberére, amikor lefejezni egy intézményt, ez módszer. Vincenti József Piparost letartóztatták. A szándék úgy tűnik, hogy az volt, hogy ki is végezzék, a szörnyű világfelháborodás hatására csak életfogytiglanra ítélték, hogy mit kapott kínzásokban, tessék elolvasni a Vincenti emlékkönyvet. 49-ben tehát a földön volt már leteperve az ország, az egyház is ott nehezebben ment a letiprás, de szépen elindult a vőszenger, és 49 évi 20. törvényt volt a Rákosi féle alkotmány. Az a sztálini alkotmánynak a másolata volt, primitív módon a 36-os sztálini alkotmány, hiszen megtanultuk azt is, 4 féle marxizmus, stb. Tehát elérkeztünk ahhoz a korszakhoz, amikor mindenkinek be kellett húzni a nyakát. 48-ban volt az államosítás, tudjuk mi az. Elvi szempont az államosítás. Elvi szempont. El is vitték, ugye, egyházi vonatkozásban is. Az összes iskolát államosították. Szélnek eresztették. Na most kapcsolódik a Sziszterci rendnek a életének a vázolása. 1950-ben teljesen ki a mi vonatkozásunkban. Az 50 évi 34-es számú törvényre elő rendelet, ez akkor nem törvényekkel, a párt törvény volt, csak törvényelő rendelet, párt megfogalmazta, kiadták. Egyes szerzetes rendek működési engedélyéről, ez
azt jelentette, hogy zömét nem engedi ezt. Nagyságrendileg 10 000 embert érintett, körülbelül 8 000 egy néhány száz nővért különböző szerzetekből, ugye a régiek emlékeznek a pártlakból, meg lehetett különböztetni, hogy ez irgalmasok, margétosok is így tovább. A szerzetes férfiak pedig 2000 körül volt, tehát 10 000 körül volt, akit érintett. Visszatekintve egy pár szóval a ciszterci rend történetére talán köztudott, hogy 1098, tehát a 11. századnak az utolsó éveiben, akkor II. Orbán pápa adta ki a bulláját, és alapította Franciaországban a ciszterci rendet. Na most Szent Bernát, akinek a személye ismert, egyesek azt gondolják, hogy ő már nem alapító volt, hanem a frissen megalapított rendbe. Ugye Robert, Alperék és István a három alapító apát, akik indították, Szent Bernát belépett 20 éves korában, 5 éven belül, már ő volt az apát, nem azért, mert karrierista volt, mert a hármas fogadalma, a tisztaság, szegénység és engedelmesség, azt megélték olyan szigorúságból, hogy ma visszaretten az ember. Tehát Szent Bernát nem alapító, de a jelentősebb személyiség volt, ő a 12. századnak a második része, 53-ban halt meg, 98-ban született, ugye? 99-ben. És ő lendítette úgy, hogy halál, akkor Európa szerte több mint 70 monostor volt. Akkor a lelkipásztorkodás is már, de akkor a szerzetesnek és papnak lenni a kettő szövődik, ami rendünkben nem minden rendben, laikus testvérek is voltak, vannak is, Magyarországon most nincsenek, de 50-ben a felosztaláskor még voltak, a régiek közül talán valaki emlékszik rá. Magyar vonatkozásban igen gyorsan Szent Bernát életében már megalapították 1942-ben a cikádori apátságot. Bátaszék helyén, ugye, 2000-ben tárták föl a romokat, évtizedekig én, mint novícius 50-ben még úgy tanultam, nem tudjuk pontosan hol van a rom. Hát ott van a 18. században épült templom, a kereszten látszik a felső nagyon jó légi felvételről, ráépítették a régi romokra, azt kiásták, csodálatosan volt egy nagy régész nő professzor vezetésével előttünk. Tehát a ciszterci rend megjelent már Magyarországon II. Géza korában, és nagyjá III. Béla tette zúdja. Ő a francia, tudjuk, hogy két felesége, nem szimultán, szukceszíve. Satillon Anna volt az első, aki 4 gyermekkel ajándékozta 4. Béla többiek, és Magyarországon is, már mondom, hát kezdtek alapítgatni, cikádor, az aztán elpusztult a natárjárás korában, Szent Gotthárd, Pilis, Pásztó, Zirc 1182-ben, gondolom az idősebb testvérek közül még emlékeznek van itt egy néhány év távlatában, amikor itt ünnepeltük meg az ország összes tartalájában, megyéjéből összesereg lett ciszterciek. A stallumok majdnem teljesen, még nem értem, megteltek, akkor még telt. Magyar vonatkozásra térek most már át. A rend lelkipásztorkodással és hát a földműveléstől kezdve, agrikultúra, szellemkultúra, lelkikultúra, mindent magába ölelt a ültetésük. Tanító rendé csak a 19. század elején, igen,
1800-as évek elején, igen, a Dréta mondtál, vett a, akkor apát, akkor még a császár nevezte ki őt. Mivel II. József feloszlatta a szerzetes rendeket, úgy menekült meg a szintes rend, hogy átvállalt iskolákat. Időrend és sorrendben Eger már a Pérzé korában Székesfehérvár, aztán ehhez jött Pécs, Baja és a budapesti gimnázium 1912-ben most a centenárium a 100 éves forduló. Kiadtak egy jó könyvet, aki érdeklődik könyvekben, itt is a kiállító helységekben megkaphatók a könyvek, akik bővebben érdeklődik utána. Tehát a rend kibírult, akkor jött a csapás, a 48-ra visszatérünk a magyar eseményekre, 50-ben kijön a rendelet, én 49-ben nem magamról akarok beszélni, jöttem Szirszre, mint oblátus utolsó év gimnáziumra, és 50. augusztus 19-én öltöztünk be, 19-en. Az akkori létszám 190 fölött volt a rendtagok száma, és most számoltam össze majdnem 70 növendék. Jelen, ugrom egy nagyot, jelen pillanatban 25 a teljes létszám Szisztus apátúrtól kezdve a növendék testvérünkig. Ez mindent megmond. Vissza 50-re, tehát 50-ben föloszlatták, kimond október 15-én kellett átadni az épületet kiürítve. Nem olyan egyszerű, most összesen vagyunk 5-en ilyen fiatalok, mint én, és 7-en a fiatalabb korosztály, ugye, fogjuk a táskánkat és kimegyünk. Akkor a nővéreket ide gyűjtötték össze az országnak nagyon sok szerzetes házából. A Rendel apátúr könyvében, aki utána néz, 481 néhány nővér volt ide zsúfolva. És a Rendel apátúr nem csak befogadta, ellátta őket, hanem fizikailag és 8-10 szalmazsákon a helyzetet ezzel vázolva, ahol nem tudok részletekbe menni. Nos, mi voltunk akkor növendékek, elláttuk, amit bírtunk, és akkor már mindenki lassan szed előszörött, illetve elég gyorsan, mert október 14-én volt az utolsó estéma a Szálver Regina Mater Misericordiae irgalmasság anyja. Üdvözlét! Utolsó megvan a riportban, le is fényképezték, meg lehet nézni. Az emlékkép, ahol 21 néhányan írtuk alá a jelenlegők, a Vendel apátúrtól kezdve, Elizeus atya, én is rajta vagyok, az megemlékező képet. El kellett jönni Zircről, mindenki ment a Szélrogra 16 irányába. Megszűnt a tiszterci rend, Magyarország nem szűnt meg. Egyházjogilag nem tudja senki sem, a szentség tudná kimondani a felosztását, tehát illegál, törvénytelenül, civil szempontból törvénytelenül él tovább. Hát nem végezték ki a mártír áldozatainkat, ismerjük, ugye? Egy kicsi kóstolót fogok adni a Vendel apátúr életéből, nem végezték ki, csak 14 évet kapott. De a Brenner János Alasztrás, meg emlékeztünk már róla, novíciós társam volt, akinek sikerült akkor bekerülni a szemináriumba, fölszentelték 55-ben a tévi teológia utáni fiatal káplánként 57. december 14-ről 15-ére viradóan meggyilkolták. Csoportja az ávósoknak a teljes igazság máig kideríthetetlen, könyvek jelentek meg, sok minden részletet leírtak, ma nem mernek nyilatkozni akkori tanúkból, akik még öreg emberként élnek. Megölték 31 néhány
készszúrással, azután van még a rendnek a egerből. Debreceni Sixtus ezen sugást beállítottam. Debreceni Sixtus atyát fiatalon elütötte egy álmos autó, és hát a Baranyai Justin, talán a neve ismerős az idősebbeknek a emlékezete szerint, jogász professzor volt Európa hírű, őt is megkirozták, jöttek meghalni, ilyen kették. 58-59, nem tudom pontosan, Panalalmán halt meg. Na most nem merek részletekbe menni, mert az idők szalad, és nem kívánom föltartani a tisztelt hallgatóinak az érdeklődését. Vendel apátúrról néhány szót. A rendtagok akkor szétszélettek, megfogyatkoztunk, ahogy mondottam. Jelenleg az idősebbek 15-16-ot tesznek talán ki, még annyit sem talán, a 25-ből. A jövő Isten kezében van. Vissza Vendel apátúrról egy néhány szót. Ő 96-os születésű volt, tehát az eseményeknél egy 51 néhány éves, 180-as, egy egyenes tartású, vitalitással teljes, derűs matematika, fizika szakos tanár volt, a diákja is rajongtak érte a matematika fizikáért, és a személyéért, lebilincselő budapesti igazgatóként 39-ben választották meg a rendtagokat, akkor még 200 fölüli létszámmal apátnak. Kivirágzott a rend csodálatosan a felosztatásban, mondtam a számot, hogy 200 körüli volt a rendtagok száma, 70 növendékek nagy része kimenekült, 21 néhányan Ausztria felé menekültek, abból 8-akat szegény osztrák csendőrök nem tudták, hogy hova. Jaj, ezeket meg fogják vásárolni, aztán megkapták rögtön a gumibotot, és a 4 éveket az Elizeus atya és a Márkos atya itt van még 80 és 90 között, ők is 4-4 évet kaptak 18-20 éves korukban büntetlen előélettel, nem kell büntetőjogásznak lenni hozzá, hogy ez micsoda abszurdum volt akkor is, semmiért jutottan áll átlépésért. Vendel apátúrat elfogták 50. október 27-én, amikor is Pesten a Soroksári úton a kísérős eléugrott a távos kocsit, letartóztatták, nem részletezem, borzalmasan megkínozták testileg, lelkileg, embertelen, ritka ember, aki kibírja. Ő valahogy kibírta fizikálisan és szellemileg is, amikor én beszéltem vele sokszor már a kiszabadulása után, azt mondta, hogy 3 évig sötét zárkában egyedül volt, és matematika feladatokat oldott meg, csak azért nem bomlott meg az agya. Elképesztő állapotok. 14 évi börtönt kapott, 10 évi jogfosztottság. Ha lenne idő, itt van az ítélet, talán a rendelkező részt felolvasom belőle, mert az ítéletek ugye mindig azzal kezdődnek, hogy a XY mire, miért ítélték az indoklás hosszú. Endréti Kálmán Vendel apátorunkat, a budapesti megyei bíróság ilyen számú ítélettel, legfelső bíróság olyan számú másodú ítélettel 1951. július 31-én ítéletért szám demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel büntette.
kémkedés, felbújtóként elkövetett ábrágító üzérkedés, külföldre szöktetés, valuta üzérkedés, ugye hát kívülről Romában segítették a rend életét, ez volt az üzérkedés, 14 év börtön, 10 évig közügyektől eltiltás teljes vagyonelkobzásra ítélte. 51, 56, 3 napját, tisztelt hallgatóim közül azt gondolom, hogy néhányan megértük, én akkor egyetemista voltam, utolsó éves, az a földi mennyország volt. Október 31-én akkor romlott össze az egész hatalom véglegesen, akkor csütörtök este a felváltékkal a gyűjtőpokházból kihoztuk. Jellemző, hogy a gyűjtőpokház népsorában nem volt benne NDD Kálmán Bende. Kiderült, valaki véletlenül tudta benne egy titkos DX számú elítélt, akkor hozták őt elő. Én találkoztam be két nappal később a piaristáknak a nem a nagy épület, most már visszaköltöztek az Erzsébet hídhoz, de akkor még a Szagrekörnek a Mikszáth Kálmán téri Budapest nem részletezem házában Csík Sándor rendőrök fogadta be, ez az ábon minden tudott a piros házból szemből, fényképeztek ott a Mára Mili Káplán, Krisztus királyba, tudom. Akkor kiszabadult egy roskatag, 20-30 kilót lefogyott öreg ember jött ki, 51-56 évi borzalmak után, estére már kihúzta magát, fehér-fekete rebelendát hoztak a rendtársak, lötyögött rajta, és a régi ember volt. Amíg vissza nem vitték, ugye emlékezünk rá, 56. november 4. vasárnap hajnal 4 órakor arra ébredtem a déli vasútnál apáméknak a lakásában. Mentek, lőtték a elvtársak Budaörsi útról a Szél Kálmán teret a fejünk fölött. Visszajöttek, visszarendeződtek. Apát úr ott volt, április valahányadikán jöttek érte Csík Sándornak. Tudomásul kellett venni, ő mondta, én nekem ítélet hatája alatt áll, vissza kell vinni. Akkor már nem bántalmazták, csak el lehet képzelni, milyen lélekkel, és kétségtelen, hogy az év vége felé, 57 végén Pannonhalmára, az öreg otthonba száműzték, haláláig 1981-ben a hújt el. Óriási temetés volt, nem tudom, esetleg a kedves testvéreim közül valaki volt itt a 81-es temetésen. A Kádár Gábor rendtársunk egy érsek volt, akkor ő temette. Tehát Pannonhalmára vitték, ott nyilván megfigyelték, ávósok minden szemtelenség, de nem bántalmazták akkor már, csak kísérték figyelemmel. Igen. 74-ben írt egy levelet az igazságügyminiszter, ezeket a fogalmakat mind idézőjelbe kell tenni, mert legitimitása annak a hatalomnak semmi nem volt. Hát azt a történetből is tudjuk, hogy Kádár Jánost a Hruscsov meg a Tito megbeszélésén nevezték ki magyar miniszterelnök. Aztán utána kreáltak mindenféle papírt, minden. Ez most része. Vendelapát úr írt és leírja a borzalmakat, nem kívánom részletezni, fizikailag, szellemileg, hogy készítették ki, és kérte az ügye felülvizsgálatát. Itt van eredetiben lefényképezve a Miklós Imre állami egyházügyi hivatal itt az ujjamnál leírata, nem válaszolunk, ugyanolyan reakciós, mint eddig volt, stb. Nem adtak neki semmi feleletet, ott Pannonhalmán, amit lehetett, megadtak neki, 81-ig szellemi frissességben élt és fogta össze a rendet. Ő is helyettese, Sigmond Lorand fejette a hajtanunk szintén, a drága jó magiszterünk, aki 50 évesen
vállalta a szervezkedés vezetését. Na most ezért megkapta ő is a 10 évi börtönjét, és meghalni kiengedték. Őt a 61-es nagy lebukáskor vitték el, minket is akkor dobáltak ki, én nem részletezem magam részét, többször elmondtam, én akkor éppen Esztergomban voltam a teológián. Azért, hogy valamiképpen legalizáljuk azt a teológiai zug képzést, amit addig kaptunk. A teológiát szinte végig csináltuk, végig tanulmányoztuk, és akkor 62-ben belecsaptak ránk is, elfogtak szervezkedés, részvétel. Mondom, mi velünk kesztyűs kézzel bántak, engem pofon sem ütöttek meg, mondom őszintén. De elég volt a lelkiterror, megfenyegettek, ha még összes, stb. Lorent atya 10 évet kapott, azt a legfelső bíróság 7 évre leszette, mert akkor már halálos beteg volt következő évben. A bent történtek, nem tudjuk pontosan mi volt pszichikailag, fizikailag. Nem tűnt, nem jött világ, napvilágra a történtek részletei. Elhunyt 64. június 8-án. Ő vezette az összeesküvést, fogta össze az egyre szűkülő, meghaló rendtársaknak az életét, mindenkiről tudott, csak egy apróságot, följegyzése, egy kis fesztére tette, és odaállt a járda szélére, és a csatornába leengedte az összegyűlt papír fesztéket, nem maradt, mégis maradt elég. Én az érettségi papíromat sem kaptam vissza, lehet, hogy a levéltárban visszakaphatnám. Na, nem akarom húzni az időt tovább. 88-89-re kezdtek a felhők elvonulni, összeomlott a hatalom. Az ott a történteket részleteket tudjuk, lassan visszakaptunk mindent. Mondotta, hogy 5 gimnáziumunk volt, abból már a Bajait nem tudtuk visszavenni, a ciszterci tulajdon megmaradt, csak a nővérek üzemeltetik máskor az iskolájukat. Időrendi sorrendben a pécsi volt először 93-ban, és attól kezdve Pécs, Székesfehérvár, Eger és Buda, budai gimnáziumot is vissza tudtuk kapni. 97-re, én akkor hitelben jutottam még 8 éven keresztül, és a többi 25 ingatlanunkat is próbáltuk összeszedni és megfelelően hasznosítani. Zirc is akkor, hát az még sikerült rendkívüli gyorsasággal megfelelni, úgyhogy 5-en az jó Ignác atyáig, Levente atya az első 5, még itt van. Isten értese, 95. évet betöltötte, itt volt a kórusom most idérben. Vagyunk, hogy leszünk, Isten tudja, nem rajtunk múlik. Azt kérek mindenkitől, hogy aki hív, aki imádkozzék, hogy helyre tudja állni a ciszterci rend, zirci kongregációja, kongregációs 23-ban alakult ilyen formában, most Zirci Kongregáció, Zirc, a texasi Dallas alapítás, még 8-an élnek ott magyarok, a többi amerikai már 28-an vannak, csodálatos alapítás, kint voltam 30 éve, remek, és a kismarosi nővérek csatlakoztak a kongregációt. A Gemma nővérek érdez közvetlen a generalíciához tartozik szervezetileg. Én nagyon köszönöm, hogy ilyen tiszteletre méltó figyelemmel hallgattak, és nem azért mondtam el ezeket slágvortokban, ahogy magyarul mondják, mert nyalogatni akarjuk a zsebeinket, hanem azért, hogy egy kicsit lássa a mai világ is, hogy mi volt itt, és hogy mi lehetne, és mi lehet még ebből. Szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Örülök, hogy ilyen létszámban sikerült találkoznom. Köszönjük szépen János atya visszaemlékezését.
De megkérnélek arra, hogy a nagyon röviden azért az életutatra is emlékezzél vissza, hogy hogyan lettél szerzetes és hogyan lettél pap, milyen közbenső állomások voltak. Hány perc rétiek, kérem, meghajlunk a nagyobb akarat előtt. Tehát én ezeket a 49-re jöttem ide, oblációnak hívták a négy felső gimnázium, de eddig ebben külsők nem voltak, 21 hányan voltunk. Lázár, Dezső, Kelemen, azt hiszem, hogy többen felhőztenek a kezüket, hogyha ismerjük, drága jó. Dezső, Kelemen atyánk a két évvel alattam növényfiát, és a Mosvai József Tádé olaszaló halt meg néhány évre. Igen. Tehát akkor voltunk oblátusok, 50, mint mondtam, június 19, a régi évszámok jönnek, csak a délelőtti nem. Tehát akkor innen kidobtak október 15-én. Szüleimhez mentek, jó, apám, anyám még élt, 73-ban temettem el őket, és akkor segédmunkás voltam, időrendi sorrendbe ugrálok. Azután gépkocsi vezető lettem, jogosítványt szereztem, két éven keresztül közben elvégeztem a középfokú tanfolyamot, segédlevelet kaptam a gépkocsi vezetőből, mint tetusofőr voltam. Az alatt tettem fogadalmat is egyébként, az ember igyekszik. És akkor jött az Nagy Imre fél elnyűlés, az idősebbek emlékeznek, a többiek történelmből tudják. Rákosi elvtárs pozíciója megbillent. Nagy Imre, mondjuk meg őszintén, tisztelet utána, ami fordulatot tett, de moszkovita volt ő is. Enyhítette a helyzetet, recsmegszűnése, stb. Bejutottam egyetemre, fölvettek. Olyan sikerül, rossz volt az adminisztráció, hogy elcsúsztak az akták. Ha akkor rájönnek, akkor borzasztó dolog lettek volna, mert rögtön 53-ban vittek volna engem is. Nem vittek. 56-at ott éltem meg utolsó évesen. Magamfajta megbehúzta a nyakát, csak a apátorat látogattam, minden többiek fegyvert fogtak, stb. Károly Forintos Gyuri barátomat már eltemettem, ő 3,5 évet kapott a Tucsek bérbirodot. Na, nem részletezem. 50, ha 7, ugye, és az egyetem helyezett el ügyészség, bíróság, tanács, ügyvédi munkaközösség, engem bírósági fogalmazó, gyakorlat majd bírósági fogalmazónak neveztek ki 57 végén. Budapokon voltam két évi általános fogalmazó, elvégeztem a bírói tanfolyamat, ki akartak nevezni a fővárosi bíróságra, büntetőbírónak, különbe jutott. Na innen most megyünk, nagy protekcióval sikerült lelépnem 59-ben, egyházi szeretetszolgálatról hallott valaki, az egyházi szeretetotthonok fenntartó intézménye volt, ott voltam sofőr egy évig, hogy ne a bíróságról lépjek le és menjek be Esztergomba a teológiára. De aztán a szegény öreg elnök már eltemettem, azt kap. Egy sztori volt ekkor, amikor gépkocsi vezető, Dr. Ciker Imreként gépkocsi vezető voltál, ezt mondd el azért. Jó. És akkor ezt a balatnak befejezem. Tehát ott voltunk. Egyházi szeretetszolgálat. Egy szeretetszolgálat, igen. Esztergomba sikerült bekerülnöm. Gőzerővel levizsgáztam, amiből már 5-10 éve levizsgáztam. 62 nagy lebukás, 70 embert házkutatás volt országszerte. Akkor vitték el a jó Lorent atyát is, minket is akkor citáltak be. Röviden jött az ukáz Esztergomba, 19 egyházmegyés papot és 3-at a teológiáról. Balázs Béla paposvári püspök, engem és az Alberti Árpád, Esztergomi megyés nyugdíjas paptársunkat.
rúgták, bocsánat, erős szóért, egyszer gombol ki, újból következett, segédmunkás voltam, János kórházban, vagy gépkocsi vezető. Amit itt Lőrinc atya fülembe sugott, az még 60-as évek, igen, én 69-ben Krisztinavárosban voltam káplán utána, a Tabánban, ott történt, amire ő céloz, megjelentőért a rendőrségre kellett mennem, vittem a piros személyigazolványnak, még az volt, benne volt szakképzettsége jogász. Foglalkozás a gépkocsi vezető, mert a János korádban a végén a szemetes kocsi vezettem, amikor visszakerültem Esztergomba, 65, ott folytatjuk. És most káplán. Ez hogy van? Azt mondtam neki, egy kicsit lehetett humorizálni, az ember igyekszik, hát azért persze itt lehet a legtöbbet keresni. De akkor már hangosan nevettem, mert akár gépkocsi vezető, akár jogászként háromszorosát kerestem volna. Na mindegy. Vissza 65, visszaengedtek Esztergomba, sok kérlelés után, tudom a hátteret, nem akarom elmondani pontosan. 66-ban lényeg az, hogy Esztergomi egyházmegyésként fölszenteltek. Attól kezdve, tehát 50-ben voltam novícius, és 66-ban szenteltek tőle. Közben 16 év eltelt, nem tétlenül se így, se úgy. 66-tól Budapestre dobálták az embert, ez volt a módszer, hogy ne tudjon megmelegedni egy helyen. 2-3 évenként tovább tettek 6 vagy 7 helyen, 88 kezdett világosodni, akkor Bibros úr már lehetőséget kapott, hogy visszatérjen Szent Imrébe, Budán. Ott volt Brückner Ákos atyával, hittan tanítottam, közben párhuzamosan végeztem a Szent Céki munkát, csak nagyon röviden, az egyházi bíróságot hívjuk Berkekben Szent Céknek, az egyházi bíróságon 66-tól 2009-ig, 43 éven keresztül működtem jegyző, bíró, bírósági elnök helyettesként mentem nyugdíjba, visszaugorva a 97-es időre, akkor halt meg a drága jó Doki atya, a Tulászló utcai Szent Imre városhoz tartozó kápolnai igazgatóságban. Ott helyezett a bíborosom Zakar Borika papátunknak a jelölése alatt, és ott voltam 12 nagyon derűs jó évet, és akkor kértem aztán 2009-ben a lévés nyugdíjazásomat, 2008-ban le kellett mondani az állásokról, 75 éves korban mindenkinek püspökig menően lemondtam, meghosszabbítottak. 2009. szeptemberesé jöttem nyugdíjba, és 11. október végén jöttem ide, Zirce nyugállományba. Aztán még 12 évig párhuzamosan a kisvárosi nővéreket is kijártam nyomtatni. Most kaptam drága és kedves levelet tőlük. Nem húzom tovább az időt és a figyelmeket, nem kötöm le. Itt vagyok. Hogy hol van a főhadnagy elvtárs, akinek a nevét nem akarom kimondani, de meg lehet látni, a papíron megvan. Hol van, azt nem tudom. Ha él, minden jót kívánok neki, ha nem él, akkor imádkoztam már érte. Legyék meg. Köszönjük szépen János atyának. János atya nagyon szerényen szól önmagáról. Ha megengeded, annyit elmondok, hogy János atyának az édesanyja az a Cikényné Lovics Ilona, aki például az Ó gyönyörű szép titokzatos ég karácsonyi éneket írta. Édesapja Cike Gábor volt, aki az első érettségit adó szakközépiskola megszervezője volt. Mikor is? 1939-ben Székesfehérváron. És az édesapja, ugyan János atya nem, de az édesapja rövid börtönbüntetés szenvedett a nyilas időszakban.
mint 44 végén, mint klerikális, legitimistát és angol barátot internálták a... Utána pedig a kommunisták kidobták 45 elején. Köszönjük szépen! A tisztelettel felkérem Kovács Zoltán kormány megbízott urat, mondja el a gondolatait. Tisztelt emlékező, egybe gyűltek. Engedjék meg, hogy először is gratuláljak a rangos elismeréshez és ehhez a rendkívül tartalmas életúthoz, amivel aztán nagyon sok nehézség is volt, de nyilván a hit az mindig átsegítette a nehézségen János atyát, mert enélkül nehéz lett volna. És mindazok, akik egyébként végig szenvedték ezeket a nehéz esztendőket. Talán zárszóként nagyon röviden, ugye, mint a törvényhozás egyik tagja szeretném elmondani, amikor a kommunista áldozatok emléknapja törvény megalkotása elindult. Ebben is Horváth Béla az egyik nagy vitapartner volt az országgyűlésben. Korábban ő MDF-es, majd később lett kisgazda politikus, aki a hitpajzsa kitüntetésnek az egyik alapítója. Több variáció volt, hogy melyik nap legyen az emléknap, és végül Kovács Béla elbúszolásának a napjára esett február 25-ére, mert ez mutatta a kommunizmus gátlástalanságát és embertelenségét, hogy a parlamenti képviselőt a saját ország gyűlésére tekintett nélkül egy demokratikus jogállamnak nevezett országból elhúzolhatták a Szovjetunióból. Szovjetunióba ez mutatta, hogy megszállás volt, nem volt igazi demokrácia, hanem több pártrendszer volt. És a másik fontos része, hogy ma, ahogy körülnézek, a hölgyeket kivéve, kicsit idősebb korosztályban jelen itt a mai emlékezéskor, kevés a fiatal, pedig ez az emléknap, és tisztelt a kivételnek, ez az emléknap arról szólt, hogy a diákok fele tudjuk közvetíteni ezt az embertelen korszakot. Hogy meg lehessen mutatni, mert a holokausztról, a fasizmusról sokkal többet tanítottak az iskolába a pedagógusok. Ugye nyilván a rendszer sajátosságaiból adódott, hogy nem lehetett a kommunizmus bűneiről beszélni egészen 1990, és őt még utána se nagyon tudták, hogy milyen tankönyvet írjanak és abban mi kerüljön, hiszen azt nem mondom, hogy a pedagógusok közül sokan érintettek voltak, de lehet, hogy éppen a másik oldalon álltak, mint az áldozatok abban az időben. És ezért fontos, hogy ez az emléknap mindenki számára némi küldetést is jelentsen, hogy a fiatalok számára, ha más nem a történelemből vagy az írásokból megismerhessék. És az ilyen estek, mint ami ott volt, hiteles emberek kellenek hozzá, akik a saját életutukkal bizonyítják, hogy ez egy milyen embertelen rendszer volt, és mégis hogy lehetett ebbe embernek maradni, ezt is tudni kell. És van egy harmadik része is, erről talán kevesebbet beszélünk, hogy az európai nyugati felén lévő szerencsésebb országoknál valahogy másképp mérik a kommunizmus 100 milliós áldozatait. Talán azért, mert ők ebben nem vettek részt, ott nem volt ilyen. Ők a fasizmust megszenvedték, amely hasonlóan embertelen és szörnyű világ volt, de kevésbé hiszik el szinte azt, hogy mi volt Közép- és Kelet-Európában, a Szovjetunióban, illetve hát a kommunista országokban. Ezt a kettős mércét is illene megszüntetni. Erről is beszélnünk kell, ezt is el kell mondani, hogy nincs különbség az embertelen diktatúrák között. És ezügyben is fel kell emelni a hangukat. És ha már itt voltak színes történetek, én is hadd mondjak egyet, hogy a sorsfintora, itt az Állam Egyházügyi Hivatal elnökét, Miklós Imrét emlegettük. Hát a mai Fidesz székház az az Állam Egyházügyi Hivatal épületében van. Honnan lopták először? Szerintem Andrássy
Andrássy ingatlan volt, onnan vitték, aztán államosították, és így került bele oda az állam egyházügyi hivatal, és hát amikor a pártok kaptak székházakat, így került ott aztán a Fideszhez. És még egy érdekes történet, hogy talán hallották Balaton Aligáról, ahol a pártüdülő volt, amelyek egy szigorúan zárt, és oda csak azok mehettek be, akik hűek voltak a rendszerhez, ott is a felső vezetők, és kinyitották ezt az aligai üdülőt, és ott közigazgatási tanfolyamokat rendeztek, pénzügyi világból, aztán különböző önkormányzati világból, és nekem is sikerült egyszer eljutnom, és hát ott volt a Kádár villa. És nekem volt szerencsém egy éjszakát ebbe eltölteni. És belegondoltam, hogy mi történhet valahol a túlvilágon, mert én éppen az ágy szélén Fidesz Press című újságot olvastam a Kádár villa. Hát valóban legyünk a jövőben azok, akik megtartják az emlékezést akkor is, hogyha ez nehézségvel ütközik, de ezt felejtsük el, és ne gondoljunk abból, hogy ez nehézségvel ütközik, hiszen gondoljunk csak bele, hogy a terrorháza múzeumnak a kivitelezése mennyi gáncsoskodás volt. Hát két regnáló parlamenti képviselőnek, a Petőnek, meg a Bauernek, akik újra előbújtak egyébként a 4 évi hibernálás után, a szülők ott voltak a falon, és nem véletlen, hogy akadályozták, hogy ez megnyitásra kerüljön. Nagyon jó, hogy egyébként a határon túli eseményeket is megmutatjuk, már beszélünk arról, hogy mi történt 56-ban vagy 56 után az ott lévő honfitársaink vagy magyar testvéreinkkel. És hát végezetül azt gondolom, hogy köszönetet kell mondanunk mindazoknak, akik ebben a vészterhes korszakban megőrizték az emberségüket, és ma is töretlen hittel, a jövőbe vetett hittel emlékeznek azokra a nehéz napokra, ami akkor volt, és a személyes példákkal mutatnak utat mindannyiunk számára, hogy egy diktatúrában is hogy lehet élni, és a fiatalok számára pedig hiteles példaképként megjelenni a jövőt illetően. Hát még egyszer gratulálok, sok jó egészséget, hosszú életet, sok ilyen vidám percet még a nehézségekre emlékezve is kívánok önnek és mindenkori hallgatóságának. Nekünk pedig azt, hogy ne felejtsünk, mert nem csak az áldozatok élnek közöttünk, hanem még mindig vannak bűnösök is. A biszkuper egyébként ebben a hónapban indul, mert mindig mondják, hogy nincsenek megnevezve a kisbesugók. Én azt mondom, nem azokkal kell kezdeni, hanem azokkal az emberekkel, akik beverték, bekényszerítették ide ezekbe a helyzetekbe azokat az édesanyákat, édesapákat, hogy kénytelenek voltak beállni. Volt, aki ekkor sem tört meg. Ennek a leghíresebb példája Mindszenty Bíboros úr, de az itt elhangzott jó néhány név is ezt példázza, de van, aki nem tudott ennek ellenállni. És végezetül egy történet, hogy ez milyen embertelen korszak volt, és ezzel be is fejezném, hogy én a Nemzetbiztonsági Bizottságban dolgoztam, és már akkor előjött a 3x3-as ügyosztályhoz tartozók, a besugók névsorának, amikor most is mondják, hogy nyilvánosságra kell hozni minden adatot és mindenkit. Ennek egy része egyébként hamisított adat. Tehát ma is lehet produkálni, eltették az 1950-es évekből a vízjeles papírokat, ugyanazokat az írógépeket, tehát ma bárkit meg lehet rágalmazni papírokkal, mint akkor is, hogyha ártatlan volt és köze nem volt ehhez az a besugó rendszerhez, de megvannak ma is az eszközök, mert ezeket eltették. Akkor is készültek, sohasem egyenesen közlekedtek. Egy édesanya, akit 56-os szerepéért bebörtönöztek, a kislányát ugye alig látta, látogatásra nem lehetett bevinni a börtönbe, és már éppen szabadulóba volt, és behozották a civil ruháját, felöltözött, és már ment volna ki a börtönből, akkor azt mondták, hogy
van valami kis probléma, tessék szíves lenni visszamenni. Visszavitték, már civilben volt az árkájában, és ott hagyták 24 óráig, majd bement hozzá valaki, és azt mondja, hogy hát a probléma a következő, ön szitta a fürdőbe a Szovjetuniót, ez újabb 3 évet jelent. És megint ott hagyták 24 óráig, hogy nem szóltak hozzá, majd következő nap megint bementek hozzá, és azt mondták, hogy hát mégis kiengedjük és láthatja a gyerekét, de ezt a papírt tessék aláírni. Ez volt a beszervezési nyilatkozat. Tehát így történtek beszervezések, ilyen embertelen módon, és ő aláírta, és azt mondta, hogy ő soha nem jelentett senkiről, nemleges jelentések voltak, de azt mondja, hogy fogok én a gyerekeim, meg a szüleim, meg a férjem elé állni, hogyha az én nevemet nyilvánosságra hozzák. Senki nem fogja nekem elhinni, hogy egyébként a beszervezésem így történt, és azt sem fogja senki elhinni, hogy egyébként nemleges jelentések. A nemem ott lesz a szégyenpadon. Tehát ilyen és ilyen ehhez hasonló sorsok voltak ebben az időszakban. Bocsánat, hogy egy kicsit hosszabb lettem, mint ahogy terveztem, de ez is hozzátartozik ehhez az embertelen világhoz és az emlékezéshez, és a múlt feltárásához mindenképpen. Köszönöm szépen a figyelmüket! Az ellenzék gyűlöli a nemzetet. Tömör mondat, és nem 2010 és 14 évek közötti jelenség, hanem Benedek István professzortól idéztem 1992-ből. Hölgyeim és uraim! Felelősséggel tartozunk magunk felé, hogy megismerjük az igazságot és azt továbbadjuk. A 20. században írott történelem nagy részben hazugságra épül, megrendelésre készült, és már én is azt olvastam, amit 45 után a hatalom írt számunkra. De emlékszem a gyermek fejjel megélt Rákosi időszak rettegéseire, a kádári idők embertelenségeire, és ha olvassuk az akkori idők sajtótermékeit, megértjük így és Gyula egy mondat a Zsarnokságról című versét, annak is egy sorát, a mindenki szem a láncban. És emlékeznünk kell, bízva az isteni gondviselésbe, hogy a nyakunkra ültetett kommunista és liberális társaság ténykedései kijózanítottak bennünket annyira, hogy még gondolatban sem játszunk el azzal, hogy visszakerülhessenek a hatalomba. Az isteni gondolatból merítsünk bölcsességet. Most felkérem az egyházak képviselőit, mondják el gondolataikat, és mondjanak áldást az áldozatok emlékére, a nemzetre, és kérjék a Teremtőt, hogy az igaz emberhez méltóan cselekedjük. Befejezésül énekeljük el a szózatot. A múltunk velünk van, és velünk van, ezért azt meg kell ismerni, és meg kell ismertetni, ez mindannyiunknak a felelőssége. Így történelmünknek azt a közel múltját is ismernünk kell, mely a társadalom túlnyomó részétől a legkülönfélébb áldozatokat igényelte, valakitől az életét, és volt akitől az egzisztenciáját. De mégis így is meg lehetett maradni, és a hitet tovább lehetett adni. Mindez bennünket is arra kötelez, hogy tisztességesen helytálljunk, megvalljuk a hitünket, csak múlttal szembenézve a jelenben felelősen végezzük azt, amit Isten küldetésként ránk bízott. Így legyen áldott az igazak emlékezete, és így fogadjuk, kérjük Isten áldását. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata. Kezeik munkáját tedd maradandóvá. Amen. Polgármester úrtól hallottuk, hogy nem is tudjuk az áldozatoknak a számát itt Magyarországon. Így emlékezzünk a névtelen és megszámlálhatatlan sok áldozatra. Emlékezhetnék az evangélikusságunkról, mondhatnék nevet, neveket, püspök nevet, akinek az emléktábláját láthatjuk, megismerhetjük a terrorházában. Sok keresztény emberre, akik hittek valamiben és egy rendszerben nem találták a helyüket. Nem teszek más, mint meghajtom a fejemet, és kérem, hogy tegyük ezt közösen, gondoljunk így az áldozatokra, akik hittek, és erre a hitre
tekintve mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa néked. Az Úr legyen mögötted, hogy megóvjon gonosz emberek cselvetésétől. Az Úr legyen melletted, hogy karjába zárjon, ha veszély fenyeget. Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel. Az Úr legyen benned, hogy bátorítson, ha szomorú vagy. Az Úr legyen körülötted, hogy védőfalként körbefogjon, ha mások rád rontanak. Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged. Isten dolga ítélkezni, a mi dolgunk emlékezni, mindazoknak, akik sérelmeket szenvedtek, azoknak a feladatuk megbocsátani, és mindazoknak, akik bűnöket követtek el, a feladatuk megtérni. Adja Isten, hogy mindez megvalósuljon. Az Úr legyen veletek. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le reátok, és maradjon veletek mindörökké. Amen. Az kedves nézőink, adásunkat megismételjük szombaton 12, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Új hírműsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra jövő hét pénteken.